Szóval az jutott eszembe, hogy sosem mutattam még nektek, nem tudom, hogy ez ilyen általános tudás-e, de domestosszal szoktam tusolóajtót takarítani, hogyha nagyon-nagyon gáz, és ez nagyon-nagyon gáz. Úgyhogy igen, megmutatom. Nem tudom, hogy mennyire látszik, de nagyon-nagyon csúnya. És a domestos konkrétan másodpercek alatt szedi le. Mondjuk egy kesztyűt ajánlatos lenne felvenni hozzá, de hát nem. Megpróbálom szárazra tölteni egy minutosat. Látszik a különbség, nem? Rendeltem pár dolgot, amit elfelejtettem az első vásárlás alkalmával megvenni. Kezdek nagyon fáradt lenni, viszont megjött az ágy. Össze is raktam gyorsan. Nagyon össze-vissza az ágynemű. Nem rendeltem még meg azt, amit szeretnék állandóra. És ez csak ilyen otthonról gyorsan összekaptam valamit. Fél liter ricinus olajat nyomtam a fejemre az előbb. Jó, ez azért költői túlzás, de úszok konkrétan a ricinus olajba. Be kellene fejezzem a sütőt, azt tegnap óta nem fejeztem be. Darabjaira szedtem az üveglapot, mindegy. A lényeg az, hogy nagyon koszos volt, viszont most már nagyon közel járok, úgyhogy mindjárt neki is ugrok, és találtam kanapét, úristen. Szóval, mondom, hogy mi a helyzet. Ez a kanapé ugye az előző stúdióba lett véve, és oda pont ekkora fért be, se kisebb, se nagyobb, kisebb nyilván igen, nagyobb semmiféleképpen nem fért volna be. Viszont ahogy itt összeraktuk öcsivel, azt néztük, hogy elveszik konkrétan a nappaliba, aminek egyrésztről nagyon örülök, mert ez a nappali konyha rész annyira nagy és nyitott, hogy imádom, ez volt a fő szempont, az egyik kedvencem. Ebben a lakásban viszont nagyon kicsi ide a kanapé, és hülyén is néz ki egyébként, meg hogyha lesz tévé, akkor nem is jó helyen van, tehát szembe nem lehet ülni a tévével. Úgyhogy elkezdtem keresgélni, és a fun faktor az egészben, hogy kivonták már a fehéret, ezt a fehéret az IKEA-ból, mindegyik IKEA-ból. Elhihetitek, megnéztem mindent, sehol nem lehet már kapni, viszont Marketplace-en találtam egy darabot, ami tényleg fehér, ugyanez a fehér, viszont az egy kettes. Tehát nem csak egy szóló vagy húzat, hanem egy kettes kanapé. Úgyhogy valószínű, hogy megveszem azt a csajtól, és megnézzük, hogy az úgy túl nagy ide, hogyha azt ehhez hozzászereljük. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy megvan oldva a kanapé kérdés, aminek nagyon örülök, mert nézek körbe, de igazából majdnem meg vagyunk. Nagyon izgi. Közben Éjjeli ügynököt kezdtem el nézni Netflixen. Nem tudom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen egyéni probléma, de rájöttem, hogy én nem tudok úgy sorozatot nézni, hogy leülök és nézem, és közben semmit nem csinálok. Az elmúlt 2-3 napban megnéztem az Outer Banks-nek a 3. évadját, és az egyik résznél kifejezetten leültem a kanapére, hogy nézni fogom, és csak nézem, semmi más nem csinálok, nem sokáig sikerült. Ja, igen, és az Éjjeli ügynököt kezdtem el nézni, és egész jó, nem rossz. Oké, okay, jó reggel. Annyira nincs már reggel, hogyha őszinte akarok lenni. Tegnap az egész estét Dunaföldváron töltöttük az állatklinikán, ugyanis az egyik bértartott lovunknak, amit Sanyi éppen belovagol, egy 3 éves kis ménnek, bélelzárodása volt. Úgyhogy tegnap megműtötték, ott voltunk végig a műtét ideje alatt. 12:30 környékén hozták ki a műtőből, hála az égnek minden jól ment, ki kellett herélni menet közben, de egyébként jól van, köszönjük szépen. Ami azt jelenti, hogy 2:30-re értem haza, de megvártam, hogy öcsi is hazaérjen, ami 3:45-kor történt meg. De a lényeg, ami itt van előttem, úristen! Szóval, az elképzelésem ugye a lakással, ez a
Szilárd kikészít. Az elképzelés a lakással fehér és fa. Ezt nagyjából már láttátok, de hogy új ágyneműket rendeltem, és most hozta meg a futár. Szállodai ágyneműt rendeltem. Rendeltem egy szettet próbának, és hogyha tetszik, akkor rendelek még innen, ha nem tetszik, akkor van még azt hiszem, hogy 2-3 cég Magyarországon, akit lehet rendelni. Ez egy... mi ez? Lepedő. Ez pedig van az ágyneműt. Úristen! Nagyon vártam már, hogy megjöjjön. Bícs. Ja, meg rendeltem törölközőt is. Aj, de szép. Oké, úgyhogy a terv, hogy én ezt gyorsan kiabítom, gyorsan megszárítom, és át is hozom. Így ahogy leállítottam, újra is indítottam. Milyen öreg vagyok. Milyen öreg vagyok, hogy ennyire örülök egy ágyneműszetnek. Most fejeztem be. Mi a sorozat magyar címe? Vágyak és valóság, vagy valami ilyesmi. Sex Life-ot. Úristen, nagyon jó volt. Sírtam, nyilván minden sírok konkrétan, viszont az utolsó 5 percben jött a futár. Hozta a kövi csomagot. Fogalmam sincs, hogy hogy és miért, de szénsavas vízpárti lettem egy pár éve. Akárki akármit mond, a SodaStream-es szénsavas víznél nincs jobb. Úgyhogy megérkezett a SodaStream-en. Nem egy nagy dolog, de örülünk neki nagyon. Ideje volt már. Igen, totál ki vagyok ettől a sorozattól. Nagyon jó volt. És hétvégén megyek a kanapénak a másik feléért is. Ezt szerintem mondtam már, hogy nagyon kicsi ide a kanapé, és nem néz ki túl jól. Barbie-val utána csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, valamelyik nap, amikor a csajnak is jó, akitől veszem, megyünk érte, és hozzuk el. I am so risky. A kamerám egy párnám van. És több biztonságban érzem magam. Vasárnap délelőtt. Csodálatos mentőautó sziréna. Két dolog. Egy, ezt nagyon ki akarom próbálni. Körmöm, ne nézzétek, undorító. Tegnap itt volt Barbie, ő tanult, én meg vágtam, olyan romantikus volt, hogy nem hiszitek el. Lássos, hajkondicionáló rá van írva, seles. A kezembe fújtam egy pumpát, és még mindig érzem. Barbie is mondta tegnap, hogy mossam meg a hajam minél gyorsabban, hogy tudja, hogy jó-e, mert akkor neki is kell. Nem olcsó egyébként, 11.000 forint talán, vagy valami ilyesmi. De TikTokon láttam valakit, aki azt mondta, hogy a legjobb illata van a világon. Ki akarom próbálni hajon is, viszont tényleg nagyon jó. Érzem ezt a vasárnapot, tiszta, borult idő van, ilyen... valamit kezdenem kell a fejemmel, mert ez így nem adja ki. Kedvem támad pakolni, így egy-két óra komment olvasgatás után. Először is annyira cukik vagytok, nagyon jól fogadtátok a kérdezfeleleket, nagyon-nagyon rengeteg üzenetet kaptam, sok kommentet is írtatok a videóhoz, viszont az üzenetek, amiket kaptam, köszönöm, imádlak titeket, nagyon cukik vagytok. Mondhatnám, hogy nem tudom mi van, hogy most így megindultam. Ezért vártam a legjobban, hogy végre egyedül lakjak, ugyanis ilyenkor jön az ihlet éjszaka. És ilyenkor mindig van kedvem valamit csinálni, úgyhogy most pakolni fogunk. Mivel? Van itt még egy ilyen doboz. Remélem nincs benne olyan, amit nem láthattok. Szóval van itt egy ilyen doboz. Ami még tele van cuccokkal, és ez mind olyan cucc, aminek itt kellene kikerülnie a stúdióban. Van itt 5 millió hajfesték, nem hajfesték, ilyen színezők, amiket azért vettem, hogy majd hát ha eszembe jut valami tök jó parókát csinálni. Még nem tartunk ott, de nem sokára eljön az az idő is. Ezzel valamit kezdjünk, mert nem szörnyű.
Hi. Utálom a piros lapkot.